És már is köszöntöm a stúdióban Páncél Károly, országgyűlési képviselőt, a Magyarországgyűlés Nemzeti Összetartozás Bizottságának elnökét. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Nagy szeretettel köszöntöm én is. Ugye ma megszavazták a parlamentben, hogy jövőre Trianon 100. évfordulóján az összetartozás emlékéve lesz 2020. Ez hogyan öltene testet, milyen programokban nyilvánulna meg? Igen, hát egyrészt volt ennek előzménye, és most nem a 99 évvel ezelőtti eseményekről kívánok beszélni, hanem arról, hogy idén március 8-án ülésezett Budapesten a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórum, ahol az ottani záró nyilatkozatban fogadták el a jelenlévő képviselők, hogy, és kérték a Magyarországgyűlést, hogy nyilvánítsa 2020-at a nemzeti összetartozás évének, és ezután vált feladatává a mi bizottságunknak, hogy ezt benyújtsa a Magyarországgyűlésnek. Jelzem, egyhangú szavazással, tehát ellenzékiek és kormánypártiak, majd folytatódott ugye a parlamentben az általános vitája, ahol az akkor jelenlévő minden frakció támogatta ezt a határozati javaslatot, majd pedig a mai napon sor került a záró szavazásra, ahol nagy többséggel, 166 igennel, és hát sajnos 5 nemmel és egy tartózkodással, de nagy többséggel ez elfogadásra került. Erről még majd beszélünk, mert ugye a demokratikus koalíció és ugye a liberálisok képviselője bőszenet tartózkodott, a DK-sok hát nemmel szavaztak. Mondjuk azt a Gyurcsány párt, akitől nem volt meglepő, 2004. december 5-e óta tudjuk az ő hozzáállásukat a nemzetpolitikához, illetve hát Gyurcsány Ferenc volt az, aki felszámolta annak idején a határon túli magyarok hivatalát a kormányon belül, illetve megszüntette a magyar állandó értekezletnek az akkori működését. Na de hát visszatérve arra, hogy egy jelentős döntést hoztunk ma, jövőre a nemzeti összetartozás éve lesz, ami alkalmat ad arra, hogy egyrészt fájdalmas megemlékezés legyen a 100 évvel ezelőtti eseményre, hiszen akkor egy ország csonkítása megtörtént, egy nemzetnek a szétszabdalása megtörtént. Szükség van erre a megemlékezésre, és azt mondjuk egy nap megemlékezés és 365 nap nemzeti összetartozás, mert van mit felmutatnunk. Nem egyszerűen túléltük ezt a tragédiát, hanem erős, jó állapotban lévő nemzetként megmaradtunk itt a Kárpát-medencében. Aláhúzták ezt is, tehát hogy nem csak a trianoni tragédiára akarnak emlékezni, hanem egy új együttműködési ajánlat révén ugye a közép-európai jövőt is szolgálni kívánják. Még a törvényjavaslat elfogadása előtt volt itt a vendégem ugyanebben a stúdióban, igen, de hát időközben jöttek az úzvölgyi események, és hát még azok előtt beszélgettünk ugye ezekről a bizonyos gesztusokról, amelyeket a környező országok népe felé kíván tenni Magyarország. Ennek fényében, már mint az úzvölgyi események fényében, Románia részéről van fogadókészség bármilyen ilyen ajánlatra vagy gesztusra? Nézze, azt is mondhatnám, hogy lassan azt mondta, hogy megszoktuk ezeket a cselekményeket, hiszen mindig, amikor valamilyen fontos választás jön Románia belpolitikai életében, mint idén decemberben államfőt fognak választani, akkor úgymond a magyar kártyát mindig előhúzzák, és mindig talál egy-két politikai vezető pár ezer felbőszíthető embert, vagy éppen futballhuligánt, hiszen Norvégiában pedig a magyarok ellen szurkoltak egy selejtező mérkőzésre a román szurkolók. Fájdalmas, méltatlannak érzem, és azt gondolom, hogy ha olyan tekintetben nézzük ezt, hogy már a temetőinket is el akarják venni, olyan helyzetbe kerülünk, ahol az őseink sírját el akarják venni, és el akarják tüntetni a nyomainkat azon a vidéken, akkor ez nagyon-nagyon fájdalmas és méltatlan egyébként azzal szemben, amit mi egy közép-európai együttműködést kínálunk, hogy ma veszélyben van Európában minden nemzet, és azt mondjuk, hogy itt Kelet-Közép-Európában erős nemzetekre van szükség, azok összefogására van szükség, ugyanakkor elvárjuk azt, hogy ilyen cselekmények nemhogy ne történjenek, hanem azt gondoljuk, hogy egy országnak a szuverenitása és az erős nemzet az nem összeegyeztethetetlen azzal, hogy szüntessük meg a kirekesztéseket, a jogfosztást, adjunk önkormányzatiságot, önrendelkezés, sőt, autonómiát. Beszéltünk a demokratikus koalícióról, és ők nem csak nemmel szavaztak erre a határozatra, hanem egy közleményt is kiadtak, amelyben azt mondják, hogy a kormány milliárdokat költ a határon túliakra, miközben itthon az iskolák és az egészségügyi intézmények ugye egyre rosszabb állapotban vannak, sőt, pusztulnak.
kormánynak. A DK szerint ugye ismét bebizonyosodott, hogy az orbáni hatalom semmibe veszi a magyarországi magyarokat. Milyen milliárdokról van szó? Mennyit szállnak egészen pontosan a programba? Az anyaország ma olyan jó gazdasági erőben van, hogy megteheti azt, hogy gazdaságélénkítő programot indít a határon túl, hogy óvodaépítési programot indít, hogy ösztöndíjasokat küld szorványba és a diaszpórába, és ez, azt gondolom, ez így helyes. Egy nemzet vagyunk, ma egyébként elmondhatjuk azt 2010 után, 10 évvel, hogy 1 millióval több magyar állampolgár van, mint akkor volt, tehát csodálatos nemzetpolitikai eredményeink vannak. Én azt gondolom, hogy ezekre igenis költeni kell és szükséges. Jelenleg folyik egyébként a költségvetési törvénynek a vitája, épp a mai napon kezdődött meg. Módosító javaslattal fogunk mi is élni, mert szeretnénk a nemzeti összetartozás évére legalább 3-4 milliárd forintot szánni. Ebben egyébként a frakció egyetért, a támogatásunk megvan hozzá, hiszen szeretnénk színvonalas programokat, kiállításokat, filmalkotásokat indítani, és valóban bemutatni az értékeinket a nagyvilágnak, hogy kik vagyunk itt mi magyarok 100 évvel Trianon után. Hogyha már szóba hozta a költségvetést, ugye 4 milliárddal több jut majd a jövő évi költségvetésben nemzetpolitikai célokra, mint az azt megelőző évben. Mennyire a határon túliakról szólnak ezek a költségvetési források, vagy ez a finanszírozás, és mondjuk mennyire össznemzeti érdek erre a célra? Ez össznemzeti érdek. A magyarság megmaradása a Kárpát-medencében, vagy akár a nyugati magyarság a diaszpórában, ez egy össznemzeti érdek. Miniszterelnök helyettes úr, aki a nemzetpolitikáért felel, fogalmaz gyakran úgy, hogy a magyarság mint egy háromlábú szék. Tehát az anyaországi, az elszakított Kárpát-medencei magyarok és a nyugati diaszpóra, ez egy egységet képes, és egyébként ennek egy gazdasági haszna is van Magyarországnak, hogy ma már egy Kárpát-medencei magyar gazdasági térről is beszélhetünk. Ugye európai fórumokon is képviseli a főleg a jogfosztott magyar kisebbségek ügyét a kormány, és hát ebben számít partnerekre, ugye az elcsatolt terület részekről, az Európai Parlamentbe delegált képviselőktől is. Ugyanakkor nemzetközi fórumokon bármikor felmerül a magyar kisebbség jogfosztása, vagy a velük kapcsolatos ügyek, akár mondjuk a székely autonómia kérdése, akkor mindig előveszik az európai közösség tagjai is azt az érvet, hogy még mindig élnek a revizionista törekvések Magyarországon, és ennek a revizionista politikának a leképeződése az, hogy a magyar kisebbségek ügyében hát valamilyen eredményt próbálnak elérni. Van remény, hogy ez az európai közeg vagy felfogás megváltozzon a közeljövőben? Én azt gondolom, hogy van. Egyrészt ez a 100 év és a céljaink is arról szólnak, hogy mutassuk meg Európa nagyvárosaiban is, hogy kik vagyunk. Európában egyébként számtalan példa van arra, hogy hogyan tud együtt élni nemzeti kisebbség a többséggel, úgy, hogy tiszteletben van tartva a többségi nemzetállamnak, a többségi államnak, bocsánat, a szuverenitása, és mellette biztos jogokkal élnek és boldogulnak és gyarapodnak, prosperálnak a kisebbségek. És ugye számtalan olyan kezdeményezés van, ami most már sikeres volt. Ilyen volt a Minority Safe Pack nemzeti kisebbségvédelmi akcióterv melletti aláírásgyűjtés, és most van egy újabb, a Székely Nemzeti Tanács által kezdeményezett, a régiókról szól, hogy az Európai Unió vegye figyelembe a nemzetiségek által lakott régiókat, tehát azt gondolom, hogy talán sikerül majd áttörést elérnünk, és az a legfontosabb, hogy Nyugat-Európa nagyvárosaiban is mutassuk be azt, hogy mi a 100 év alatt mire voltunk képesek. Páncél Károly, köszönöm, hogy itt volt. Nagyon szépen köszönöm a meghívást. Eldőlni látszik, hogy az Európai Unió 4 kulcspozíciója közül egyet a visegrádi országok tölthetnek majd be az EU küszöbön álló tisztújításakor, értesült a Magyar Nemzet. A lapértesülésről megkérdeztem a Luxemburgban tárgyaló külügyminisztert, Zöldhegyi Katalin, a Hír TV brüsszeli tudósítója. Szijjártó Péter elmondta, hogy jogos elvárás, hogy a V4-ek kiemelt uniós posztot kapjanak. A visegrádi országok és a miniszterelnökök között van egy világos együttműködés, amely azt a célt szolgálja, hogy közép-európai, lehetőleg visegrádi országból származó politikus töltsön be legalább egy fontos pozíciót a 4-ből, hogy melyiket. Ez egyelőre nem eldöntött kérdés, mint ahogy az sem, hogy ki. Már hogy döntés még a 4 pozíció betöltéséről nem született, de a lényeg az az, hogy egységesek vagyunk abban, hogy mivel a közép-európai, azonban is a visegrádi térség nagyon sokat tesz hozzá a
az európai gazdasági és biztonsági teljesítményhez, ezért jogosultak vagyunk arra minden szempontból, és az volna helyes, hogyha lenne közép-európai, azon belül is visegrádi politikus a négy pozíció egyikén. Most ezért küzdünk, hogy ez így legyen. Egységesek vagyunk, azonban erősek is vagyunk, remélem sikerrel tudunk járni.